Országszerte több mint 70 iskolában tértek vagy térnek át megújuló energiák használatára a középületek energetikai fejlesztését célzó programok segítségével. Leggyakrabban napelemet vagy hőszivattyút telepítenek, amit nyilászáró cserével és hőszigeteléssel egészítenek ki, így akár meg is tudják termelni saját energiaszükségletüket. Napelempark termeli az áramot a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály általános iskola és gimnázium udvarán. A 150 panelből álló 60 kW teljesítményű erőmű jó időben akár kétszer annyi elektromos energiát is előállít, mint amennyit az intézmény felhasznál. A most befejeződött energetikai korszerűsítés részeként a nyílászárókat is kicserélték, a külső falak hőszigetelést kaptak és felújították a tetőt. A beruházás eredményeképpen a 40 évvel ezelőtt házgyári elemekből épült iskola épülete, ahol ma több mint 700 gyerek tanul, mára a legszigorúbb energetikai követelményeknek is megfelel. Óriási változást hozott intézményünk életében az épületenergetikai beruházás megvalósulása, hiszen mi korábban gyermekeink, tanulóink a tantermekben sokszor télen, kabátban, hősugárzó mellett kellett tanuljanak, illetve a nyári időszakokban a tikasztó hőség okozott gondot, mára mindez komfortosabbá vált az épületen belül. Nagyon nagy öröm számunkra a napelemrendszer megvalósulása, hiszen a saját energiaszükségletünket is megtermeljük. A kápolnásnyéki mellett országszerte még további 76 állami fenntartású iskolában valósul vagy valósult meg hasonló energetikai korszerűsítés. Ezek közül 17 már elkészült, 4 átadásra vár, 24 intézményben jelenleg is zajlik a kivitelezés, további 32 helyen pedig az előkészületek folynak. A fejlesztésekért felelős Klebelsberg központ elnöke az M1-nek azt mondta, a programnak nevelő hatása is van. Az oktatási szempontból is fontos, hogy őket is olyan felnőtté neveljük, akiknek ez az energiahatékonyság már nagyon fontos, és olyan életet éljenek, amikor látják, hogy hogyan tudják majd ők az életüket úgy leélni, milyen eszközöket kell használni, mi mire jó, tehát én azt gondolom, hogy a méréseket is meg kell nekik mutatni, tehát hogy mit eredményez az, hogy föltettünk egy napkollektort, föltettünk egy napelemet. Az iskolák energiahatékonysági fejlesztése egy 22 milliárd forint keretösszegű Európai Uniós támogatási programból a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.